1 Korintusi 14-ben így folytatja. Az összes fejezet közül valószínűleg 1 Korintusi 14 az, ami a legnagyszerűbben leírja ezt az egész jelenséget és a hasznát, és azt, hogy hogyan is kellene nekünk hozzáállnunk ehhez. Kövessétek a szeretetet! Kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Lelki, ugye ebben az esetben pneumatikos, széllel összefüggő, vagy szellemi. A pneumatikus kifejezés, ugye mint a légrugó, az ebből a szóból ered, vagy innen származik. A lelki ajándékokat kívánjátok, a leginkább pedig, hogy profétáljatok. A proféta kifejezés, a profétész, proféta, vagy Elohim nevében szóló, és az Elohimtől származó akaratot közvetítő személy, egy hírnök, vagy egy tolmács. Azt mondja, hogy ez az, amire leginkább mindenkinek törekednie kellene. Arra, hogy képes legyen Elohim akaratát közvetíteni a többi ember számára. Ez az első és legfontosabb, amit mindenkinek kellene. Miért? Mert aki nyelveken szól, nyelvek ugye glossza, nem emberekhez szól, hanem Elohimnek. Mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Aki nyelveken szól, magát építi, aki profétál, a gyülekezetet építi. Hármas vers, aki profétál, embereknek beszél épülésre, intésre, vigasztalásra. Azaz a profécia nem azt jelenti minden esetben, hogy valamiféle jövőbeni eseményt elmond az ember, egészen egyszerűen csak Elohim akaratát közvetíti épülésre, intésre és vigasztalásra. Azaz tanítja az embereket épülésre, épület, építmény, építés, azaz építi az egész egységet, vagy a másiák testét, ezt az eklésziát, intésre, azaz figyelmeztetésre, tanításra és vigasztalásra, arra, hogy ki megmutatja azokat a helyeket, amikor a bizonyos nehézségek megtörténtek már korábban emberekkel, ahogyan Elohim segített nekik ebből kijönni. És ez az, amire a profétálás vonatkozik. Aki nyelveken szól, ugye az magát építi, hiszen más nem érti, aki profétál, a gyülekezetet építi. Két különböző dologról van szó. Nyilván itt visszautal arra az angyali nyelvre, amit senki nem ért. El fogja mondani, hogy hogyan is kellene nyelveken szólni, és mi a két különböző fajtája. Nyilván nem ez az egy verziója van, hiszen láttunk számos példát a korábbi részekben arra, hogy a nyelveken szólást értették mások is. Úgyhogy itt arra a verzióra utal, amikor az ember úgynevezett angyali nyelveken beszél, és csak Elohim az, aki érti ezt. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, ugye nyelvek ismét glossza, mint beszéd, de inkább profétálnátok, mert nagyobb a proféta, mint a nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Azaz a nyelveken szólás, akár érthető emberi nyelv, akár az angyali nyelv, csak akkor ér valamit, ha van, aki értelmezi azt, vagy megérti azt. Különben az ember magának beszél mindenféle haszon nélkül. Az eklészia számára. Ez az, ami Saul javaslata számunkra. Kifejti számunkra, hogy mi az, amiről itt beszél. Hatos, ha már most atyám fiai hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok nektek, ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy profétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok. Azaz mi az értelme, hogyha valamivel nem gazdagodik az eklészia? A kijelentés, amiről itt beszél, az apokalipszis, azaz leleplezés, kinyilatkoztatás, vagy kijelentés, az apokalipto feltár, nyilvánvalóvá tesz, felfed, leleplez, kijelent szóból. Azaz, hogyha valami újdonságot hoz el Elohimtől, azáltal, hogy ő nyelveken beszél, és azt megérti az eklészia, és változtatni tudnak, és felkészülni arra, ami jön,
akkor halleluja, ez az értelme. Ha azonban nem, akkor mi értelme a nyelveken beszélésnek, ha senki más nem, nincsen haszna ebből. Vagy ismeretben, gnosis, azaz tudás, ismeret, felismerés, amely a ginoszkó szóból ered, amely megismer, megtér, megért, véleményt alkot, gondolkodik, illetve a gno szótőből ered, mely tudást fejez ki. Azaz, vagy valamilyen kijelentés hoz el, valamilyen megnyilatkoztatást Elohimtől, vagy valamiféle tudást, vagy ismeretet. Nyilván az ígére vonatkozóan, hogy az emberek jobban megértsék azt, hogy közelebb kerüljenek profétálásban, ezt megnéztük már, vagy pedig tanításban, szintén didaké kifejezés, mely tanítás jelent, tant. A didaszkó tanít, oktat, felvilágosít szótőből származik. Ezek azok a dolgok, amik haszna lehet a nyelveken szólás, vagy valamilyen kijelentés az Elohimtől, valamiféle tudást, vagy üzenetet szintén Elohimtől, vagy pedig tanítja azokat, akik ezt hallgatják. Hiszen ha az élettelen hangszerek, hetes, fuvola, citera nem adnak megkülönböztethető hangokat, mi módon ismerjük meg, amit fuvoláznak vagy citeráznak? Egy gyakorlati példám mutatja be, hogy semmi értelme nincs annak, hogyha valaki megjelenik és össze-vissza hadovál, még akkor is, ha ő érti. De ha ő sem érti, akkor különösen, hogyha a többi ember nem érti, hiszen csak káosz lesz belőle. Az a fajta káosz, ami Beresít 1 Mózes 11-ben már megtörtént. Hiszen ha... Bocsánat, mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harcra? Azonképpen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mi módon értik meg, amit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Ha érthető nyelven nem beszéltek, mi módon értik meg, amit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Ez az a fajta hablatyolás, halandzsa, amit láthatunk általában a felvételeken, mikor mindenki össze-vissza beszél, mint egy óvodás, mikor az óvodás utánozza, hogy külföldi nyelven vagy idegen nyelven hogy kell beszélni. Ez az, amiről beszél. Annak semmi haszna nincs, semmi jelentősége vagy értelme, és az nem lehet a Ruach HaKodestől. Még akkor sem, ha mindenki azt állítja, hogy ott már pedig dolgozik a Ruach HaKodest. Hiszen láthattuk, hogy mikor működik a Ruach HaKodest, mikor haszonra adja ezeket a képességeket, hogy épüljön az eklészia, vagy a kiválasztottaknak a gyülekezete. Ez esetben azonban ez nem történik meg. Példa mutatja, oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen. Hogyha azért nem tudom a szónak értelmét, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem. Szóval minden beszédet meg lehet érteni, ami a világon van, ha azonban senki nem érti, akkor idegen marad az ember a párbeszédben, idézőjelben. Idegen, barbaros, idegen, nem görög, barbár, műveletlen. Ezt a szót használja, amikor arról beszél, hogy idegen leszek, mint egy barbár, akinek nem lehet érteni a nyelvét, olyan, mintha a levegőbe beszélne, mintha egy primitív dolog lenne, hiszen nem tudja senki, hogy mi az, amit akar. Ez a fajta jelenség fog kialakulni az emberek között, hogyha ez a hablatyolás megy, amit senki nem ért, legalábbis az nem, aki hallgatja. Tízesben, mikor azt mondja, hogy sokféle szólás van, ez fonné, hang, kiáltás, beszéd vagy nyelv. És ez a görög szóból thémi szól, mond, kijelent, állít, ebből ered. Azaz sokféle kijelentés, beszéd vagy nyelv van a világon, és egy sem érthetetlen. Az érthetetlen, a phonos, ugyan ebből a szótőből ered, csak egy fosztóképzőt hozzáad, a phonos, néma, nem beszélő állat. Az érthetetlen az az ellenkezője a fonénak. A foné az valamilyen beszédet, vagy hangot, vagy nyelvet jelent, az érthetetlen pedig ennek a hiányát. A fonosz, néma, amelyikből nem jön hang, mint egy állat olyan. Egyik nyelv sem ilyen.
mindet meg lehet érteni, nincs haszna, hogyha az ember nem érti, vagy az, akihez beszélünk, nem érti. Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok. Az, aki ezeket az ajándékokat szeretné megkapni, azért kérje, hogy a gyülekezet építésére igyekezzen, azért, hogy ez gyarapodjon, több ember jusson be, az emberek, akik ott vannak, kapjanak valamiféle kijelentést, ismeretet, egy üzenetet Elohimtől, vagy pedig valamiféle tanítást. Ez lenne a lényege. Az, hogy annak a kedvéért, hogy valamit így hablatyolhassak emberek előtt, annak nincsen értelme. Azért kellene, hogy kérje az ember, hogy ezáltal a gyülekezet, az eklészia, a kiválasztottak, eklészia, a gyűlés, a kihívottak közössége gyarapodjon és előbbre jusson. Azért, aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza. Azaz, aki nyelveken akar szólni, vagy szólt, akár egyedül, akár közösségben, imádkozzon azért, hogy megmagyarázza, hogy értse, hogy miről van szó. Mert ha nyelvvel könyörög, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen. Azaz, ha nem érti senki, akkor nincsen értelme. És ezt nem én állítom, ez az, amit Saul mond. Ha nyelvvel könyörög, glossa, nyelv, nyelven könyörög, vagy imádkozik, vagy könyörög, az azt kérje, hogy legyen az egésznek értelme. Értelem, nusz, szív, szellem értelme, felfogó képessége, gondolkodási képesség. Az a szív, ami az emberben van, az a szelleme az embernek. Amit mi asszociálunk az aggyal, az az írás szerint a szívben lakik. Az ember szelleme ott lakik a szívben. A felfogó képessége, a gondolkodási képessége az ember szívében lakik. Ezért szeretné Elohim, ha az ő törvényei lennének a mi szívünkben. Hiszen akkor az egész szelleme az embernek így működne. A felfogó képessége, a gondolkodási képessége úgy működne, hogy azok a törvények élnek ebben benne. Ezt példázta többek között a vigyláda benne, a sátor közepén, a Hagionban, a szentek szentében, és abban benne volt a 10 parancsolat, illetve a szövetség parancsolatai. Ugyanazt, amit akkor a fizikális, az ma a spirituális, a szívben él az ő szellemisége, ami az ő szava. Ha nyelvvel könyörög, a lelke könyörög, de az értelme, ez a szív, ami az emberben lakik, ez gyümölcstelen, a karposz, terméketlen, gyümölcstelen, meddő, haszontalan vagy eredménytelen. Azaz nincs értelme, ha nem érti. A lélek pedig ez a pneuma, ez a szellem, szellemi lény, vagy pedig ez a lélegzet vagy lélek, ami az emberben él. Az könyörög, de az értelme, a szíve, az meddő, vagy haszontalan. Hogy van hát? Azaz mi a helyzet ezzel az egésszel akkor? Imádkozom a lélekkel, lélek, pneuma, imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is. Énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is. Azaz a ruák, a pneuma, és a szív, vagy ez a nusz, az értelem együtt imádkozik, és így lesz értelme annak a nyelveken szólásnak, amit annyian áhítanak, meg amit annyian mondanak, hogy ők ezt csinálják, vagy ebben volt részük. Ha a kettő együtt dolgozik, mert akkor amit mond, azt megérti, és így gyarapszik legalább ő. Ha már más nem is érti. Ha nem érti más, akkor ő egyedül van. Ha más is érti, halleluja, akkor nincs miről beszélni, hiszen az értelem akkor egyértelműen részt vesz. Minden egyes sora és szava fontos annak, amit mond. Nézzük meg a 16-os, mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképpen fog a te hálaadásodra áményt mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz. Mert jól lehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból.
Azaz mi értelme van annak, hogy én ott állok és beszélek valamilyen nyelven, és akkor több, senki más nem tudja, hogy miről van szó. Ők nem tudják, hogy mit mondhatok, bármit. Nekik fogalmuk sincs arról, így ők nem jutnak közelebb, esetleg én, de az összes többi ember csak ott áll, az azt hiszi, hogy megőrültem. Ezt észben tartva nézzük meg Apostolok 10:44-est, mikor pedig szólá Kefa ez igéket, elmagyarázza nekik, hogy ki is az, akit tulajdonképpen megfeszítettek, leszáll a Ruach HaKodes mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet. Azaz nem igaz az, hogy a Ruach HaKodes kézrátétellel jelenik meg, vagy a bemerítéskor, vagy bármikor. Látjuk, hogy a Ruach HaKodes leszállt mindazokra, akik hallgatták ezeket a beszédeket. És elámélkodának a zsidóságból való hívek, a Yahudim hívek, mindazok, akik Kefával együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Ruach HaKodes ajándéka, azaz kitöltetett a Ruach HaKodes bemerítés vagy keresztelés nélkül, kézrátétel nélkül megkapták. Mi lett ennek a következménye? Onnan tudták, hogy kitöltetett a Szent Szellem, hogy hallották, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják Elohimet. Azaz értették, amit beszéltek. Ugyanaz, amit Saul mondott, hogy ha más nem érti, nincs értelme, de ha van értelme, akkor gyarapszik az egész, mert ez az a haszon, amiért a Ruach HaKodes megadta ezt az ajándékot. Itt van rá az élő példa. Hallották, hogy nyelveken szólnak, nyelv ugyanaz a glossa kifejezés, a szólás pedig laleo, azaz hangot kiadni, beszélni, szólni. Tehát kijött a szájukon valamiféle nyelv, és magasztalták Elohimet. Ezek a zsidók, a Yahudim, aki ott volt, pedig hallották ezt, és értették, hiszen hallották, hogy ezek magasztalják Elohimet. Ha nem értették volna, akkor azt hitték volna, hogy csak ott hablatyolnak, meg gügyögnek, mint a legtöbb ember azt általában csinálja. Azonban értették, hogy mit mondanak, hiszen tudták, hogy magasztalják Elohimet. Ez volt a Ruach HaKodes bizonyítéka, hogy ők értelmes hangokat adtak ki, legalábbis olyat, amit ők megértettek, hiszen nekik meg megadatott az az ajándék, hogy ezt lefordítsák. Így épült a kihívottak gyülekezete. Vagy ekkor vajon eltilthatja-e valaki a vizet, hogy ezek be ne merítkezzenek? Kik vették a Szent Szellemet, a Ruach HaKodest, miképpen mi is? Azaz csak ezek után fogja őket bemeríteni. És parancsolá, hogy bemerítkezzenek, Adonájnak nevében, akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig. Azaz bemerítette őket, és ekkor születtek újjá ezek az emberek, ekkor halt meg az óember, jött létre az új ember a Ruach HaKodes által, a fizikális bemerítéssel együtt, és ekkor váltak az eklészia teljes tagjaivá. Nézzük, mi történik Apostolok cselekedetei 19-es fejezetben, mikor Pál Saul Efézusban van. Lőn pedig azon közben, míg Apollos Korintusban volt, hogy Saul eljárván a felsőbb tartományokat Efézusba érkezik, és mikor némely tanítványokra talált, mondta nekik: vajon vettetek-e Ruach HaKodest, azaz megkaptátok-e Ruach HaKodest, minek utána hívőkké lettetek? Azaz először hívővé válik az ember, hívő pisteó, megbízni valakiben, rábízni valakire valamit, hisz valakiben, vagy pedig valamiben hite van. Ez a görög szó pistészből származik, bizalom, meggyőződés, bizonyosság, bizonyíték, hithűség, megbízhatóság, hitelesség, hitel, és a többi. Azaz, hisztek-e? Megértettétek-e? Bíztok-e abban, aki eljött? Jehusá Hamásiákban. Azok pedig mondának nekik, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-e Ruach HaKodes. Azaz ezek az emberek hittek, fogalmuk sem volt, hogy van Szent Szellem vagy Ruach HaKodes. Az a kifejezés, hogy vettetek-e ez lambano, ugye azt jelenti, hogy meg fog elvesz, stb. Az a végén pedig láthatjuk azt, hogy kap, elfogad, elvesz, beszed, felvesz, befogad, elfogad. Azaz kaptatok már-e a Szentlélek adományából? Ez az, amit tulajdonképpen meg akar tudni. Utána megkérdezi, mire keresztelkedtetek, vagy merítkeztetek meg tehát? Hiszen tudja, hogy ezeket az embereket bemerítették, mondák a Jehukanon vagy János keresztségére. Saul pedig mondta,
Yahoo Canon a megtérésnek kerességével merített be, vagy bemerítésével merített be, azaz először meg kell térnie az embernek, hogy egyáltalán eljusson idáig, megtérni, annyit jelent, mert a noja a gondolkodásmód megváltoztatása, megtérés. Ez pedig a szándék megváltoztatása, meggondolni magát, megbánni ebből ered. Azaz megbánta-e a bűneit, megtérte, megváltoztatta-e a gondolkodásmódját, átállta a bűnről az igaz útra. Ez az, amit Yahoo Canon hirdetett. Térjetek meg, mert el fog jönni az, aki utána a Ruach HaKodesh-sel keresztel. Az első lépés azonban, hogy az ember megtérjen. Tehát ezek megtértek, de még a Ruach HaKodesh nem érkezett meg hozzájuk. Azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jövendő, abban higgyenek, tudnilik az a Mashiach Yahusha. Ő a Mashiach, akit ő várnak, a felkent. Ez az az ember, akit a Yahudim várt olyan régóta. Ezután megértették, hogy ez volt az a Mashiach, akiről hallottak, bemerítkezének Yahusha HaMashiach nevére, és mikor Saul rájuk vetette kezét, szálla a Ruach HaKodesh ő rájuk, és szólnak vala nyelveken és profétálnak vala. Megtértek, megértették, hogy ki volt ez a karakter, bemerítkeztek az ő nevére, Saul rájuk tette a kezét, és ezután kapták meg a Ruach HaKodesh ajándékát. És szólnak vala nyelveken, és profétálnak vala. Azaz még itt is ugyanaz a menet, a Ruach HaKodesh adja a nyelveken szólás ajándékát, profétálnak és nyelveken szólnak, ez az, ahogy megnyilvánult. Értelmes nyelven kellett, hogy szóljanak, hiszen Saul leírta 1. Korintusi 14-ben, hogy hogyan nyilvánul meg a nyelveken szólás. Úgy van értelme, ha mások is jelen vannak, hogy ők is értik. Vagy le tudják fordítani, vagy olyan nyelven szólok, amit ők megértenek. Erre egy újabb példát láthatunk itt is. A Ruach HaKodesh nem a zűrzavart, hanem az egységet erősíti az emberek között. Nézzük tovább. 18-as vers, 1 Korintusi 14. Hálát adok Elohimnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni. Nyelvek, glossa. Azaz Saul tudja, hogy mi a nyelveken szólás ajándéka, és ő rendelkezik is ezzel. De a gyülekezetben inkább akarok 5 szót szólani értelemmel, azaz nusz, felfogó képesség, gondolkodás, amit más is megért, hogy egyebeket is tanítsak, hogy mások is hasznára legyen, hogy nem mint 10 000 szót nyelveken. Hogy lehet az, hogy mind a karizmatikus gyülekezetben, mind a valóságban így azon kívül is rengetegen azt szeretnék, hogy beszéljenek nyelveken, mikor itt mondja Saul, hogy értelemmel sokkal többet ér, ha szól az ember, mint hogy 10 000 szót nyelveken, amit mások nem értenek. Atyám, fiai, ne legyetek gyermekek értelemben. Frén az értelem, azaz a bensőjét az embernek, az elmét, a gondolkodásmódját, akaratát, célját vagy irányultságát fejezi ki. Ne legyetek gyermekek akaratban, értelemben, irányultságban, hanem gonoszságban legyetek gyermekek, azaz a gonoszságot ne értsétek, értelemben pedig érettek legyetek. Teleios, teljes, tökéletes, beteljesült, felnőtt, érettkorú. Ez pedig nem más, mint a telosz kifejezés, melyet használ, mikor azt mondja, hogy a Yahusha HaMashiach a törvény vége, telosz, megvalósulása, beteljesedése, eredménye, célja. Ez a másiák. Nem a vége olyan értelemben, mint az, hogy finish, hogy befejezi, hanem ez a megvalósulása, ez a célja, az eredménye annak, ha valaki a törvény szerint, a Tóra szerint él, hogy úgy fog járni, mint a másiák. Nem ez a vége a törvénynek, hogy be kell fejezni, ez a vég célja, ez a befejeződése. Úgy fog kinézni az ember, ha tökéletesen a Tóra szerint jár, mint ő. Ez a célja. Innen ered ez a kifejezés, hogy érett. Értelemben, azaz gondolkodásmódban, elmében legyetek érettek.
azaz így csúcsosodik ki az ember, hogyha az elméje értelmes és érett. Gyermek legyél azonban gonoszságban, arról viszont ne legyen fogalmat, hogy hogy kell gonoszságot cselekedni. A törvényben nomosz, rendelkezés, hagyomány, mózesi törvény megvan írva idegen nyelveken és idegen ajakkal. Szólok-e népnek, és így sem hallgatnak rám, ezt mondja Jahua. Idegen nyelv, heteroglossos. Hetero azaz különböző más nyelvű, glossa, nyelv, más nyelvű, idegen nyelven beszélő. Más nyelven szólok, nem arámiul vagy héberül, amihez hozzászoktak. És idegen ajkakkal szólok, kleios, ajak, szegély, part. Ugyanaz, amiről beszéltünk Bábelnél, Berasi 11-es fejezetben, amikor arról volt szó, hogy összezavarja a nyelvüket, ugyanaz a szó, itt is, idegen más nyelveken szólok, e népnek, és így sem hallgatnak rá. Azaz teljesen mindegy, hogy az anyanyelvükön, vagy egy más nyelven szólok, így se úgy se hallgat rám ez a nép. Ez pedig Ézsaiás, Jesaja 11-es fejezet, dadogó ajakkal, és idegen nyelven fog szólni a néphez, a nyelv, lason, lason, nyelv, mint testrész, nyelv, mint a kommunikációs alapforma, nyelv alakú dolog. Idegen nyelven fog szólni a néphez, ő, aki ezt mondá nekik, ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés, és nem akarták hallani. A kifejezés dadogó ajak, az ajak, sapá, ugyanaz a szó, amit Bárásit 11-es fejezetben megbeszéltünk, mikor Bábel dolgait tárgyaltuk meg. Ezek szerint Saul törvénynek vagy Torának tekinti Jesiahu vagy Ézsaiás írásait is, hiszen ez volt a Tanák, a Tora, a proféták és az írások. Ez az, amit ő törvénynek ír. Innen idézi ezt is egyébként, hogy az emberek megértsék ezt. 22. A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A profétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek van. A nyelvek azért vannak, hogy meggyőzzék azokat, akik még nem hisznek, vagy nem tagjai a kihívottaknak, hogy igenis Elohim az, aki működik, és ő az, aki meg akarja értetni velük az ő üzenetét. Ezért jel a hívőknek. Ezért utal vissza Jesiahura, hiszen mondja, hogy idegen dadogó ajakkal és egy idegen nyelven szólok hozzájuk. Szükség van az idegen nyelvre, hiszen ezek az emberek szétszóródtak minden nyelv közé, és különben nem értették volna meg. Így a Ruach HaKodesh hasznosnak látta, ha ezt az ajándékot adja azoknak, akik beszélni tudnak. Így egy érthető nyelven megérthették az üzenetet. Hívők pedig... Ez ugyanaz a piszteó, aki megbízik valakiben, aki rábízta magát már a másiákra, a hitetlen pedig a pisztos ennek az ellenkezője, az, aki nem hívő, aki nem bízik még, aki megbízhatatlan, hitetlen, vagy pedig hűtlen. A nyelveken szólás ezeknek szól, míg a profétálás azoknak, akik már hisznek, hiszen azoknak kell egy újabb üzenet Elohimtől. Azok úgy épülnek, míg a nem hívők így fognak beépülni az egészbe. 23-as. Ezt mindenkinek figyelmébe ajánlom a nyelveken szólással kapcsolatban. Hiszen ez az, amit mindvégig próbáltam magyarázni. Ezért, ha az egész gyülekezet vagy eklészia egybegyűl, és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek, a hitetlenek, akiknek jelül van a nyelveken szólás, vagy a hitetlenek, nem azt mondják-e, hogy őrjöntök? Pontosan ez történik, azokkal, akik bemennek a karizmatikus gyülekezetbe, hogy megnézzék azt, és látják, hogy ott mindenki hablatyol, meg dől, meg fekszik, meg forog, azt se tudja, hogy mit beszél, akkor ezt fogja mondani, ezek megőrültek. Mit csinálnak ezek az emberek? Ennek semmi értelme nincs. De ha mindnyájan profétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, és mindenektől megítéltetik. És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek, és így arcra borulva imádja Elohimet hirdetvén, hogy bizonnyal Elohim lakik ti bennetek. Azaz az értelmetlen hablatyolásnak nincsen semmiféle jelentőség és haszna, és nem a Ruach HaKodestől van, amennyiben mások nem értik azt meg. A profétálás ellenben láthatjuk, hogy nem egy jövőbeni dologra utal, hiszen bemegy a hitetlen,
és ez által fog megfeddetni és megítéltetni, hiszen a prófétálás nem más, mint Elohim akaratának közvetítése, az ő torája, az ő szava, az ő igazsága, az ő parancsolatai. Így ez az ember megfeddetik, hiszen látja, hogy milyen rossz úton jár, megítéltetik, ezek szerint az ítélet nem egy rossz dolog, megítéltetik az ő cselekedete, így a szívének a titkai nyilvánvalókká lesznek. Ez a szív kardia, szív a fizikai, lelki és szellemi élet központja, amit mi az agynak tulajdonítunk, azaz írás szerint a szívben lakik. Ez a lelki, szellemi, fizikai élet központja. A szív minden titka nyilvánvalóvá lesz, saját magának nyilván, nem árulja el ezt mindenkinek feltétlenül, ő tudni fogja, hogy mennyire rossz úton jár, hiszen hallgatja a proféciát, és leborul, és megtér, és bocsánatot kér a bűneiért, és megérti, hogy akik ott élnek, akik ott abban a gyülekezetben vannak, azokban benne lakik Elohim, hiszen ezeket a dolgokat beszélik, hiszen ők értik Elohim szavát. A megfeddetik szó, elekho, az az, hogy megvizsgál, kikérdez, napvilágra hoz, rábizonyít, hibáztat, vádol, megcáfol, dorgál, rendre utasít, fegyelmez, szégyenbe hoz. Azaz, mikor valakit megfeddünk, akkor rávilágítunk, napvilágra hozzuk, vádoljuk azokért a dolgokért, amiket tesz. Nem negatív értelemben, hiszen itt ez egy jó dolognak tűnik. Nem úgy, ahogy a világ azt belénk programozta, hogy ne vádolj, ne ítélkezz. Pont ellenkezőleg, napvilágra hozzuk azt, hogy ő rossz úton jár, és ha benne valóban a szellem dolgozik, a Ruach HaKodesh, akkor meg fogja érteni, hogy ez egy jó dolog neki, hogy ő ezt megtudta. Az ítéltetik pedig Anakrino megkérdez, kikérdez, kérdezősködik, kivizsgál, megvizsgál, megítél, kikérdez vallat. Azaz ez sem azt jelenti, amit a világ el akar hitetni velünk, hogy nem ítélkezhetsz rajtam. Nem is ítélkezek. Ez az egész csak kivizsgálja azt, hogy az ember milyen. A prófétálás által ez az ember meg fogja érteni azt, hogy ő rossz úton jár, és le fog borulni, és elvezetjük így Elohimhez. Hogy ha ott gagyogunk, meg hablatyolunk, azzal nem fogjuk az embereket közelebb vinni Elohimhez. 26. Hogy van hát, atyám fiai? Egy újabb kérdés. Mi a helyzet? Mikor egybe gyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, glossa, kijelentése, apokalipszis, magyarázata, mindenek épülésre legyenek. Azaz mindezek a dolgok azért vannak, hogy együtt közelebb kerüljünk az úthoz. Ha valaki nyelveken szól, glossa, kettő, vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után, és egy magyarázza azt meg. Magyarázni, értelmezni, lefordítani. Termeneo. Ez a megmagyarázni. Azaz értelmezni vagy lefordítani. Maximum két vagy három nyelven szóljatok, és legyen olyan, aki azt letolmácsolja, vagy valaki, aki lefordít. Ha pedig nincsen magyarázó, ez a tolmács, hallgasson a gyülekezetben, eklészia, hanem magának szóljon és Elohimnek. Azaz, ne is szólaljon meg. Menjen el külön, és akkor ott Elohimmel és önmaga el tudnak beszélgetni azon a nyelven, ami neki adatott. A proféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek, és a többiek ítéljék meg. A proféta az, aki Elohim nevében szól, és Elohim akaratát közvetíti. A többiek meg tudják ítélni, hiszen mindenkinek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata, amikor egybegyűlnek. Ezek az emberek meg tudják ítélni az írásokból, hogy az, amit a proféta szól, az igaz-e, vagy sem. Hiszen ha egyezik az írással, halleluja, ha nem, akkor pedig megmondják neki, hogy ez nem egyezik azzal, ami le van írva, úgyhogy viszont látása. De ha egy másik ott ülő vesz kijelentést, az első hallgasson. Ha az egyik beszél, a másik maradjon csendben. Mert egyenként mindnyájan profétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vigasztalást vegyen, és a proféta lelkek engednek a profétáknak, mert Elohim nem a visszavonásnak, hanem a békességnek hatalmassága,
miként a szentek, vagy a kodes, vagy a hagion minden gyülekezetében. Szóval mindenki szépen egyesével profétáljon, ne egyszerre beszéljen, hagy mondja el az egyik, mindenki tanul abból, és mindenki vigasztalás vesz, azaz mindenki megérti, hogy ezek a dolgok megtörténnek, meg kell, hogy történjen, és az emberek erre tudnak hallgatni, mert Elohim nem a zűrzavarnak, álhatatlanság, nyugtalanság, rendetlenség, forrongás, zavargás, zűrzavar. Semmi köze a visszavonáshoz ennek a szónak. Elohim nem a zűrzavarnak, vagy a káosznak, hanem a békességnek, a jó kívánságnak, a háborítatlanságnak, a jó állapotnak, épségnek, egészségnek a hatalmassága. Ez az, amit ő akar. Így van ez a minden gyülekezetében, a hagios, azaz a szenteknek. Szóval remélem, hogy érthető az, amiről Saul beszél. Ha nyelveken szól, 2-3 legyen, aztán valaki tolmácsolja le, egyesével beszéljen, ugyanúgy, ahogy a proféták 2-3-an egyesével beszéljenek, azt pedig a többiek meg tudják ítélni, hiszen az írásokból értik. A nyelveket lefordítja egy tolmács. Ne legyen egyszerre mindenki hablatyol, meg gügyög, meg fetreng a földön, meg össze-vissza beszél minden. Aki nyelveken beszél, amit senki nem ért, vonuljon el, és rendezze le azt Elohimmel, hiszen tőle kapta a Ruach HaKodesh által, ott együtt meg tudják azt oldani. De a többit ne zavarja össze ezzel, meg ne keltse azt a látszatot, hogy ez egy őrültek háza, ahol mindenki össze-vissza hebeg, habog, senki nem tudja, hogy miről van szó. 34. A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben. Arról beszél, hogy a törvény ezt írja. Nem arról, hogy ez ott annak az egy közösségnek szól, vagy mit tudom én mi. Arról beszél, hogy a törvény ezt mondja. Ez a Tora, ez Parasit, 1 Mózes 3.16. Az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szűz magzatokat, epeked el a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajta. Azaz innen ered az, amiről Saul beszél, hogy a Torában meg van írva, hiszen itt rendelte el Elohim, hogy a férj az, aki uralkodik a feleségén. Uralkodik, hatalmat gyakorol valaki felett. Uralomhoz juttat, uralkodóvá tesz, hatalmat gyakorol. Ez a Brown Drivers Briggs jelentése. Ha megnézzük a Gesinius-t, akkor ugyanezt fogja mondani, uralkodik, uralmat gyakorol, hatalmat ad, uralomhoz juttat. Ez az, amit a Mashal szó jelent. Azaz a férfi az, aki irányít, a nő pedig az, aki követ. Ez az, amit ráadásul a nőnek a vágya, hiszen erről beszélt az előbb, hogy a férjed után fogsz epekedni, és ő uralkodik rajta. Erre utal vissza Saul, ő nem egy speciális esetről beszél, mikor volt itt egy nagyszájú asszony, aki nem lehetett csendbe tartani, arról beszél, hogy ez a rendje a dolgok. Asszonyok, hallgassanak a gyülekezetben, és engedelmesek legyenek, ahogy a törvény is mondja. Ha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket, mert égtelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben. Biztos nem arról beszél, hogy egyáltalán egy mukkot sem szólhat az asszony a templomban. Arról beszél, hogy a nő ne tanítson, ne legyen a férfi fölött, illetve ezt a rendet, amit a Teremtő megalkotott, ne bolygassák fel azzal a gyakorlattal, ami ma is működik, meg már akkor is elkezdődött, hogy mindenki tanítani akar, mikor az nem a dolgok rendje. Ráadásul azt írja Saul, hogy ez egy égtelen dolog, ez a is cross, mely root, szégyenletes, aljas, alkalmatlan. Ezt jelenti a szó. 36-osban egy kérdést tesz fel. Ti tőletek származott Elohim beszéde, vagy csak hozzátok jutott el? Ha valaki azt hiszi, hogy ő proféta, Elohim nevében vagy szavát juttatja el, vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket nektek írok, Elohim rendeletei vagy Jehova rendeletei azok. Aki pedig tudatlan, legyen tudatlan. Ez a beszéd, amit az ember közvetít, nem a sajátja, nem ő találta ki, nem mi találtuk ezt ki, hanem eljutott az emberhez Elohimtől. Azaz mindenkinek figyelembe kell venni azt, hogy amiket Saul ír vagy tanácsol, azok Jahua rendeletei, arra nézve, hogy hogyan kell ezeket közölni a többi emberrel. Nem lehet csak akármilyen módon, ahogy az ember gondolja, a saját feje után megy és ezeket előadni másoknak.
Aki pedig tudatlan legyen, tudatlan. Ha valaki nem fogja ezt fel, akkor az ő baja lesz. Tudatlan, agnoeo. Nem tud, nem ismer, tájékozatlan, tudatlan, nem ért. Ugye a gno, mint tudás szóból ered, az alfosztó képzővel nem tud, nem ért, nem ismer. Ez a tudatlan ember, aki nem tudja felfogni ezeket a dolgokat. Azért, atyám fiai, törekedjetek a profétálásra és a nyelveken szólást se tiltsátok. Azaz mind a kettő megengedett, ez a menete. Saul megmutatta, hogy mi a menete ennek, hiszen erre nem igen volt szükség, vagy példa a tanákban, hiszen akkor egy nép volt, egy nyelv. Most azonban mindenfelé élnek az emberek, szükség volt több különböző nyelvre. Ez a szabálya ennek, a profétálásnak pedig megint csak megmutatta, hogy mi a lényege. Mindenek ékesen és jó renddel legyenek. Az ékesen kifejezés illedelmesen, illő módon, tisztelettudóan, tisztességesen, euskemonos. Illedelmesen, azaz tiszteletben tartva a másikat, jó renddel, a rend taxis, rendelrendezés, sorrend, beosztás. Azaz ne össze-vissza menjen az egész, hanem úgy, ahogy leírta ebben a menetben, és akkor így mindenki épül, hiszen a lényeg ennek az egésznek az lenne, hogy mindenki közelebb kerüljön Jahuához, az atyához, a Ruach HaKodesh, a másiák segítségével, és természetesen az eklészia, vagy a kihívottak gyülekezetének támogatásával.